Évek óta, a vádirat szerint 2015 óta rendszeresen bántalmazta a feleségét az alkoholista apa. Az első esetnél a két gyerek 2 és 10 éves volt. Minden alkalommal végignézték a brutális jelenet sorokat. Az ügyész szerint a gyerekek gyakran a sarokban összebújva egymást átölelve sírták végig a kegyetlen perceket. Az asszony 2017 nyaráig tűrte a családi terrort. Az utolsó esetnél azért kellett kiállnia a férje brutalitását, mert a nagyobbik gyerek rossz jegyet vitt haza az iskolából. Az apa előbb ordítozni kezdett ezért, majd rárontott a párjára, ököllel törte be az orrát. Az alkoholista erőszakos családfőt most ítélte el a Tamási járásbíróság. Az ítélet szerint nem csak a rendszeres fizikai erőszak miatt kellett felelnie, két rendbeli kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek találta a bíró. A nagyobbik gyermeknél öltött leginkább testet, nála már az is észrevehető volt, hogy megpróbált édesapjával azonosulni ezen agresszió tevékenységben, mivel csak olyan utat látott lehetőségként az agresszió kezelésére, az iskolai problémái kezelésére, hogy verekedésben próbálta megrendezni a konfliktusait. A brutális apa rendszeres erőszakos fellépése tehát a bíró szerint a gyerekekre és rajtuk keresztül a társadalom más tagjaira is veszélyt jelentett, mert a nagyobbik gyerek elkezdte másolni az apjától látott viselkedési mintát. Az ítélet szerint a férfi 1 év börtönt kapott 3 évre felfüggesztve, emellett pedig ideiglenesen felügyelet alá is helyezte a bíróság. Mely annyit jelent, hogy a vádlott a próbaidő tartama alatt köteles a pártfogóval együttműködni, köteles részt venni a pártfogó által előírt agressziókezelő tréningeken, és köteles az alkohol problémáin javítani. Az ítéletet a vádlott és az ügyész is tudomásul vette, így az már első fokon jogerőre emelkedett.